A román gazdasági csodatitka tehát röviden összefoglalható. Ott nem Orbán Viktor kormányzott 13 évig. Ott nem hazudják az emberek arcába, hogy a háború és a szankciók tehetnek az áremelésekről és az uniós pénzek elmaradásáról. Ott börtönbe küldték a korrupt politikusokat. Ott az Európai Unióra lehetőségként és partnerként, nem pedig ellenségként tekintenek. Ott nem hagyták a milliárdosok és nagyvállalatokat szolgálja a kormány, hanem az embereket szolgálja. Kérdem át államtitkárodat, miért engedték, miért hagyták, hogy Románia lehagyja Magyarországot? A kormány elkötelezett annak érdekében, hogy a magyar gazdaság felzárkózzon a nyugati országok fejlettségi szintjéhez. 2023 az infláció elleni harc, 24 pedig a gazdasági növekedés éve lesz. Államtitkár úr nem beszélt arról, hogy Magyarországon 2010-ben 20 ezer milliárd volt az államadósság, ma 53 ezer milliárd forint. Eladósították az országot. És még egy mondat, ön azt mondta, hogy az idei év az infláció letörésének az éve. Tavaly 14,5% volt az éves átlagos infláció, idén 17,5%. Ez a letörés?